Dohos Ferenc, akit mindenki csak permeként ismer, évtizedekkel ezelőtt lett a fotózás szerelmese. Ez idő alatt több tízezer fotót készített Nyíregyháza eseményeiről, koncertekről, természetről, vagy a környező települések látványosságairól. Ennek a végtelen tárháznak egy kis része most kiállítás formájában is megtekinthető a Mustárházban. Volt sok kép, elkezdtem végignézegetni a fotóalbumokat, legalább valaki egyszer végignézi. És akkor úgy kezdtem, hogy ez sem, talán ez mégis, és akkor először volt, hogy 700 kiválasztott, aztán 200, aztán 100, aztán az a 20-valahány, ami most fönt van a falon. Úgyhogy tulajdonképpen a kiállítás az így alakult ki. Az, hogy mi van kint, inkább Nyíregyházához kötődő dolgok, de van egy kis koncertrész is, amit azért hétközben eléggé hiányoltak a közösség oldal, hogy mikor jön már a koncertkép, mert azért a képem jó része koncertfelvétel. De hát itt nyilván egy nyíregyházi első kiállításon, nyíregyházi kötöttségem okán Nyíregyházáról kell főként, hogy szóljon. A kiállítás február végéig tekinthető meg. A programoknak azonban nincs vége, folyamatos a mozgás a Mustárház életében. Február 3-án lesz egy koncertünk, ez is ingyenes lesz természetesen, egy debreceni zenekar fog fellépni, középkori világzenét játszik, úgyhogy aki szereti ezt a stílust, akkor nagyon sok szeretettel várjuk. Egyébként az előadó az a Bordó Sárkány lesz. Ezt követően egy picit majd az ifjúság szakmai területre fogjuk helyezni a hangsúlyt. Lesznek természetesen itt is programok továbbra is, de egy picit majd megint nyakunkba veszük a világot, és járunk különböző szakmai programokra és rendezvényekre. Márciusban ifjúsági csereprogramban vesz részt a Mustárház, majd a korábban megnyert 2 éves projekt keretein belül látóutakat szerveznek.